Köszöntöm a nézőket! A Szubjektív mai adásában Török Kanizsával foglalkozunk. Az ott élők, az önkormányzat gondjaival, a már folyamatban lévő, illetve a még csak tervezett beruházásokkal. Stúdiónk vendége Újhelyi Nándor, a Török Kanizsai Községi Képviselő Testület elnöke. Köszöntöm! Jó napot kívánok! Köszöntöm a Pannon TV nézőit! A népességfogyás, úgy tudom, az önök községét sem kerülte el. Mennyiben fogyatkozott a lakosság száma? Sajnos ugye tanúi vagyunk annak, hogy napról napra kevesebben vagyunk, és tulajdonképpen egész Kelet-Szerbiára vonatkozó adatok ezek, hogy nagyon sok település tűnik el, és nagy a népességfogyás. Sajnos ez a jelenség Török-Kanizsát sem kerülte el. Valamivel több mint 11 ezer lakosa volt 2012-ben Török-Kanizsának. Ez több mint 10%-os fogyást jelent, tehát ebben az elmúlt 10 évben, és ez sajnos a magyar közösségre is vonatkozik. Valamivel több mint 3800 magyar volt a 2001-es népszámlálási adatok szerint, most 600-zal vagyunk kevesebben. Ami a részarányt illeti, tehát ez tulajdonképpen ugyanannyi, közel 30% van, tehát 29,000%. Ez azért van, mert ugye megnövekedett a roma lakosság részaránya, úgyhogy ami a magyarságot illeti, ugyanazon a szinten vagyunk, ami a ugye százalékokat illeti, de hát ami a lakosság számát illeti, az jóval kevesebb. Az újszülöttek, a gyerekek száma mennyiben nőtt, vagy szintén ez is csökken? Lesznek elsőseik mondjuk? Hát tulajdonképpen ugye, hogyha azt mondjuk, hogy csökken a lakosság, akkor ez sajnos az újszülöttekre is vonatkozik. Nekünk problémáink voltak az elmúlt évben is, tehát szeptemberben, különösen a településeken, ami az első osztályok nyitásával, beindításával kapcsolatos. Tehát eddig Majdányon volt egy összevont tagozat, első-harmadik osztály, ami megmaradt, illetve Oroszlámoson volt két összevont tagozat, tehát első és harmadik osztály, illetve második és negyedik osztály. Sajnos a minisztérium ezt a két összevont tagozatot nem engedélyezte tavaly szeptembertől, úgyhogy össze lett vonva. Tehát ez is egy nagy probléma, abból kifolyólag, hogy nincsenek elsős diákok, és ugye hát, ha belegondolunk, nem kell szakértőnek, szakembernek lenni, nagyon nehéz a dolga annak a pedagógusnak, akinek egy osztályban elsőtől negyedikig kell tanítani. Ezt úgy oldották meg, hogy az elsősök átmennek Majdányra, az ottani tanítónéni át szokta őket vinni. Tehát problémák vannak Török-Kanizsán, akkor a problémák nincsenek, hiszen a Török-Kanizsai általános iskolában két szerb és egy magyar elsős osztály van, úgyhogy ott még nincsenek problémák, de attól félünk, hogy az elkövetkező időszakban ezekkel a gondokkal ott is szembesülni fogunk. Természetesen mi kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a Magyar Nemzeti Tanács meghirdetett programjai jelentenek. Tehát nagyon fontos, hogy minden diák anyanyelvén, tehát magyar tagozatban kezdje el az általános iskolai oktatás, sőt még az óvodában is, ugye az előkészítő csoportban, és mondom, tehát fontos az, hogy minden családhoz eljussanak az információk, és hogy mindenki megkapja azt a támogatást, illetve részesüljön abból a támogatás rendszerből, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács oktatási stratégiája előlát. Még egy problémát szeretnék itt kiemelni, és ezzel sajnos szembesülnünk kellett, hogy évről évre kevesebb egyetemi hallgatónk van. Nemrég jutott a kezembe az a kimutatás, amely szerint a községi ösztöndíjra közel 100 egyetemista jelentkezett, tehát ezek azok az egyetemi hallgatók, akik állami, illetve privát egyetemen vannak, és beiratkoztak a második évre, és a 100-ból csupán 5 vagy 6 magyar van. Tehát ezek ilyen lesújtó adatok, de lehetne ezt tovább fokozni, tehát vannak itten olyan rossz példák, amelyeket sajnos nap mint nap tapasztalunk. Politikára visszatérve, mink azzal is szembesültünk az évek során, hogy a szakemberekből, a szakkáderekből nincsenek, akik magyarul tudnának beszélni, illetve magyar nemzetiségűek. Az utóbbi néhány évben azt azzal próbáltuk megoldani,
hogy a fiatal egyetemistákat, illetve azokat, akik már befejezték az egyetemeket, bizonyos programokon, illetve a részarányos foglalkoztatás részeként megpróbáltuk Törökkanizsán tartani. Hát meglátjuk, hogy meddig lehet ezt így csinálni. Egyáltalán mennyire jellemző, hogy a fiatalok ott maradnak? Ugye nagyon sokan megélhetési problémák miatt hagyják el a szülővárosukat. Nehéz Törökkanizsán állást találni? Nagy a munkanélküliség? Hát igen, ez tulajdonképpen nem csak Törökkanizsa vonatkozásában, hanem az egész ország vonatkozásában el tudjuk mondani, és valahogy nem csak a magyar közösségre vonatkozik. Tehát a középiskolások vagy Magyarországon, vagy pedig ugye Szabadkán, Újvidéken folytatják a tanulmányaikat, és nagyon sokan maradnak ott, tehát nem jönnek vissza, hiszen tudjuk, hogy nagyon nehéz munkát találni, még egyetemi végzettséggel is, tehát nem beszélve azokról, akik nem tudták folytatni a tanulmányaikat. Mondom, mink arra törekszünk, persze ez csak a közintézményre, az állami szférára vonatkozik, hogy különböző programokkal, illetve azokkal a lehetőségekkel, amelyek megvannak, visszapróbáljuk csábítani a fiatalokat. Milyen programjaik vannak a munkanélküliség csökkentésére? Tulajdonképpen Törökkanizsa község vonatkozásában is elmondhatjuk azt, hogy az év elején el lett fogadva a helyi foglalkoztatási munka terv, akcióterv, amely közmunkákat lát elő, továbbá Serkenti támogatja az új munkahelyek munkahelyek beindítását, illetve a különböző gyakornoki programokon keresztül, tehát végzett fiatalokat próbál helyzetbe hozni. Milyen nagyobb vállalatokban dolgoznak a községben, illetve a törökkanizsaiak, hol dolgoznak többségük? Törökkanizsáról tudni kell, hogy... Működnek még a nagy vállalatok? Igen, természetesen, tehát a privatizáción átestek, és ez persze meglátszik a foglalkoztatottak számán is, sajnos, mint másutt is. A legnagyobb vállalatunk az az Aleva részvénytársaság, amely ugye feldolgozóiparral foglalkozik. Továbbá itt van a Lepenka göngyölgyár, illetve vannak még kisebb vállalatok, vállalkozások. Azt is tudni kell, hogy a lakosság zöme mezőgazdasággal foglalkozik. A fiatalok közül valamelyest a fiatalok is ugye választják a mezőgazdaságot, de viszont akik ezzel nem szeretnének foglalkozni, azok inkább sajnos elhagyják Törökkanizsát, és ez szerintem más községek vonatkozásában is igaz. A kis és középvállalkozások fent tudják tartani magukat? Hát tudni kell, hogy ugye ebben a szférában is elég nagy problémák vannak, különösen a 2008-2009-ben bekövetkezett gazdasági válság hatásai miatt, de valahogy az elmúlt években, illetve az elmúlt egy évben nem csökkent a munkanélküliek, illetve a foglalkoztatottak száma, avagy nem növekedett a munkanélküliek száma. Hát reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ezt meg tudjuk tartani. Tulajdonképpen a mi községünk vonatkozásában, tehát ilyen, nem tudom, ilyen nagy tervekről nem beszélhetünk. Szerintem az lenne a legfontosabb, hogyha meg tudnánk tartani azt a szintet, amelyen most vagyunk, és esetleg ezt tudnánk néhány befektetővel még fejleszteni, de fontos lenne, hogyha ezt a szintet meg tudnánk tartani. Miket tudnak felkínálni a befektetőknek? Tervezik egy ipari park létrehozását is? Igen, tudni kell, hogy Törökkanizsa község a román és a magyar hármas határon található, tehát földrajzilag elég jó helyen vagyunk. Nem olyan rég a Tisza-sziget gyála határátkelő 7-től este 19 óráig van nyitva, és most már nemzetközi. Igaz, hogy csak személyi forgalomra alkalmas, de ez is sokat jelent. Ezen kívül, mint említette, kialakulóban van nálunk egy ipari övezet, egy ipari zóna, amely még nincs teljes mértékben befejezve, tehát az infrastruktúrális dolgok még hiányoznak. Mikor de, várható, hogy ez hát ez egy komolyabb befektetés, egy olyan 50-60 millió dináros befektetés, tehát erre még egy időszak szükséges ahhoz, hogy ezt be tudjuk fejezni, de szeretnénk ezt természetesen minél előbb megoldani, és utána néhány feldolgozó ipari létesítményt itt is lehetne kialakítani, és ez sokat jelentene természetesen a községben dolgozó mezőgazdasági termelőknek elsősorban.
az ott élőknek a mindennapjait mi keseríti meg? Milyen problémákkal küzdködnek a török-kanizsai községben? Hát szerintem, hogyha szétnézünk Észak-Bánátban, akkor az emberek többé-kevésbé ugyanazokkal a problémákkal küzdködnek, tehát nehéz a megélés. Ezen kívül talán a kommunális szférában vannak a legnagyobb problémák. Ugye tudjuk, hogy a bánáti vidéken az ivóvíz minősége elég rossz. Ezen kívül folyamatban van a városi szennyvízhálózat kiépítése, tehát nincs mindenhol lefedve. És ilyen dolgok, tehát ezek ilyen talán kisebb dolgok, de lehet rajtuk segíteni idővel természetesen. Akkor, hogyha, és a közbiztonság. Milyen a közbiztonság? Ugye az utóbbi időben több településről is halljuk, hogy probléma van ezzel kapcsolatban. Hát ez a probléma, vagy ez a tendencia sajnos minket sem került el, ugye általában nézve nehéz a helyzet az országban. Két olyan település van Török-Kanizsa község területén, ez Oroszlámos és Szerbkeresztúr, ahol már jó pár éve probléma van a közbiztonsággal, és most köszönve annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői el tudták érni, hogy erre vonatkozó törvény tehát megváltozzon, bízunk benne, hogy ezek a problémák is valamelyest orvosolva lesznek. Tehát az is probléma tulajdonképpen, hogy nincs jelen sem Oroszlámoson, sem Szerbkeresztúron 24 órás rendőri jelenlét, tehát a rendőrség arra panaszkodik, hogy nem tudják rendesen lefedni ezeket a településeket, mert káderhiányuk van náluk is, de reméljük, hogy az elkövetkező időszakban ezt is majd valamelyest tudjuk orvosolni. Milyen az egészségügyi ellátásuk? Az egészségügyi ellátás viszonylag jó szinten van. Török-Kanizsán létezik egy egészségház, amely tulajdonképpen jól működik, ezen kívül teljes mértékben le vannak fedve a települések is, tehát léteznek rendelők, illetve kijárnak az orvosok, ezen kívül a hétvégék, illetve az éjszakák is le vannak fedve, úgyhogy ebből a szempontból nincs oka panaszra. És akkor térjünk át a beruházásokra, a szebb, pozitívabb, optimistább dolgokra. Jó néhány beruházás már folyamatban van, illetve még terveznek néhányat. Az egyik ilyen folyamatban lévő például a katolikus templom felújítása. Jelenleg hol tartanak a munkálatokkal? El kell mondanom, hogy a római katolikus, török-kanizsai római katolikus hitközséggel való együttműködésünk, tehát gondolom itt az egyházközségre és az önkormányzatra nagyon jól működik az utóbbi néhány évben. Ott folyamatban van egy, mint említette, felújítási hullám, hogyha szabad így fogalmaznom. Az elmúlt másfél évben az egyházközség közel 1 millió dináros támogatást kapott az önkormányzattól, a paplaknak egy részét újították fel, most ősszel, illetve már decemberben felett újítva az udvarnak egy része, illetve ez folytatódni fog, tavaszra fogják felújítani a tetőszerkezetet, és aztán pedig a templomnak a belsejét szeretnék újjáfestetni, illetve megkezdeni azokat a munkálatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben föl tudják újítani a templomot. Ezt milyen eszközökből valósítják meg? Ezek kizárólag önkormányzati eszközök voltak, amely befektetések, ugye beruházások eddig történtek. Megint csak azt kell mondanom, hogy jó együttműködésünk van az atyával, és most már külföldi pályázatokon is részt vesznek, és reméljük sikeresen. Tudni kell, hogy a török-kanizsai római katolikus templom az ország, az állam védelme alatt áll, tehát ez egy nagyon körülményes munka, és hatalmas eszközöket igényel. Ehhez természetesen hát külföldi, illetve tartományi köztársasági forrásokra lenne szükség, mert az önkormányzat ekkor eszközöket sajnos nem tud elkülöníteni. Felújítják a Kálváriát is. Hát igen, ez egy civil kezdeményezés volt tulajdonképpen a Török-Kanizsai Egyesület indítványozására. Valamikor az elmúlt század elején épült a török-kanizsai Kálvária. Sajnos idővel ugye tönkrement, és most már elérkeztünk ahhoz a fázishoz, hogy ha valamit nem tettünk volna, akkor ez teljes mértékben tönkrement volna. A tavasz folyamán, valamikor március vége felé megkezdődnek a munkálatok, és én remélem, hogy már áprilisban a Pannon TV is be fog majd számolni a felújított Kálváriáról.
Néhány hónapja adták át a hagyományok házát, ezt is szintén felújították, milyen eszközökből és mit újítottak? Hát igen, itt is tulajdonképpen egy civil kezdeményezésről van szó. A helyi Kéknefelecs hagyományápoló körnek volt az álma, hogy megvásárolnak egy házat, és hogy azt tulajdonképpen tájháznak rendezik be. Egy nagyon szép házról van szó, amelyet részben tudtak visszaállítani abban az állapotban, amely tulajdonképpen jellemző a mi vidékünkre. Ezért egy találós módon hagyományok házának nevezték el, tehát nem tájháznak, hanem hagyományok házának, és szeptemberben volt ennek az átadó ünnepsége. Nagyon sok terve van még az egyesületnek, és szeretnék folytatni tovább ezt a tevékenységet is. Reméljük, hogy ez is jó fog alakulni, és hogy segíteni is tudunk majd nekik. És hamarosan átadják a művelődési házat is. Hát igen, a helyi Tiszagyüngye Művelődési Egyesületnek az épületét újítjuk fel a nagyberuházási, a tartományi nagyberuházási alap segítségével. Itt is a munkálatok már vége felé érkeznek, tehát valamikor a tavasz folyamán, április végén, május elején be fogják fejezni az első szakaszát az épület felújításának, ami azt jelenti, hogy a földszint lesz lakhatóvá téve. Ezek után pedig a tetőteret, illetve a gondloki lakást is szeretnénk befejezni, úgyhogy én gondolom, hogy ebben az évben már teljes mértékben fel lesz újítva az épület, és a török-kanizsai magyar civil szervezetek tudják majd használni. Úgy tűnik, hogy erősek a civil szervezetek, ők miből gazdálkodnak? Hát elmondhatjuk, hogy jó néhány civil szervezet működik Török-Kanizsán, úgy szintén a településeken is. Az önkormányzatban mi arra törekszünk, hogy támogassuk a civil szervezetek tevékenységeit, mivel ezt nagyon fontosnak tartjuk. Említettem a műsor elején, hogy közel 30%-a török-kanizsai lakosságnak magyar nemzetiségű, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy azokat az eszközöket, amelyeket a művelődési egyesületek finanszírozására fordítjuk, tehát ezeknek az eszközöknek a 30%-át a magyar civil szervezetek finanszírozására fordítjuk, és ez így van már több éve, hiszen a törvény előlátja, hogy pályázatot kell kiírni az önkormányzatnak a civil szervezetek, illetve ebben az esetben a művelődési egyesületek finanszírozására, és bizony a Magyar Nemzeti Tanács Művelődési Bizottságában is nagyon elismerően szóltak arról, hogy el tudtuk érni azt, hogy minden évben ezeknek az eszközöknek a 30%-át a magyar közösség, illetve a magyar művelődési egyesületek finanszírozására fordít. Még hogyha felsorolna néhány magyar programot, magyarokat érintő programot? Két fontosabb rendezvényünk van. Az egyik az az Északbánáti Néptánc találkozó, amelyet minden évben április végén szervezünk meg Török-Kanizsa főterén. Ez a rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt fontosságú kistérségi rendezvénye. A másik nagyszabású rendezvény a Tisza partján a községháza előtt szokott lenni, ez a Szent István napi ünnepség. Ezen kívül számos olyan kisebb rendezvényünk van még, ami nagyon fontos az ottani emberek, fiatalok, idősebbek számára. Az imént ugye a beruházásoknál tartottunk, elkészült a török-kanizsai és Szegedet összekötő kerékpárút első szakasza is, és ez is folyamatban van. Ezt milyen eszközökből valósítják meg? Hát ezek IPA pályázatok, tehát határon átnyúló európai uniós pályázatok, Török-Kanizsa község, illetve Tiszasziget, Újszent-Iván, Szőreg és Szeged önkormányzata között valósul meg ez a projektum, amely hát három fázisból, három szakaszból áll. Az első szakasz az előlátta, hogy Török-Kanizsa város területén építjük ki a kerékpárutat. A második szakasz a... Török-Kanizsán egyébként egyáltalán nincsen kerékpárút? Nincs, eddig nem létezett. A második szakasz az a
magyar és szerb határtól Gyála településig, illetve a harmadik szakaszban Gyálát is Ókeresztút, illetve Szerb keresztút fogja összekötni a kerékpárút. Persze közben a magyarországi részen is ki fog épülni a kerékpárút, úgyhogy egészen Szeged-Szőrektől Törökkanizsáig lehet majd kerekezni. Vannak esetleg más hasonló ilyen jellegű projektumjai? Hát igen, az elmúlt időszakban az önkormányzatunk elég sok IPA pályázaton vett részt. A legújabb, amelyet az Újszentiváni önkormányzattal valósítunk majd meg, a törökkanizsai, illetve Törökkanizsa város egyik részén nem a szennyvízhálózat, hanem az esővíz elvezető hálózat, illetve csatornarendszer képítésére vonatkozik. Ez ilyen nagy probléma? Igen, igen, természetesen. Uh-huh. Tehát vannak Törökkanizsának olyan részei, ahol nagyon nagy probléma van a belvízzel. Igen. És így módon tudjuk majd ezt megoldani. Szintén a közelmúltban, ha jól tudom, felújították a Törökkanizsát és Magyarkanizsát összekötő hidat is. Hát igen, ezt tulajdonképpen a Szerbia útjai közvállalat folytatta, illetve valósította meg. Tudni kell, hogy valamikor a 70-es évek elején épült a Törökkanizsát Magyarkanizsával összekötő híd, és azóta nagyobb munkálatok rajta nem voltak sajnos. Ugye nagy volt az utóbbi időben a pénzhiány, és egy időben le is volt zárva a nagyobb teherforgalom elől a híd, úgyhogy most teljes mértékben föl van újítva, át van festve, új világítást kapott, új aszfalt burkolatot, úgyhogy valóban nagyon szépen néz ki, és biztonságosan is lehet használni szerencsére. Milyen problémák vannak még a községben, amit esetleg, hát ha nem is a közeljövőben, de meg kellene oldani? Hát tudni kell, hogy Törökkanizsa község, mint említettem, 11 ezeren vagyunk, és hát szerény eszközökkel tudunk gazdálkodni. Az idei községi költségvetés 360 milliós összegre van előlátva, és azért is említjük, ugye említettük ezeket a pályázatokat, amelyek részben Európai Uniós pénzekből, részben pedig tartományi köztársasági forrásokból valósulnak meg, mert az önkormányzatnak nincsenek akkor eszközei, amelyekkel lehetne nagyobb befektetéseket eszközölni. Tehát nagyon nagy problémák vannak, éppen hogy csak fent tudjuk tartani az oktatási, az egészségügyi, a művelődési rendszert, tehát a különböző iskolákat, a könyvtárat, az egészségházat. Nagyon sok probléma van, mint tulajdonképpen az összes községben, és hát ezeket úgy próbáljuk megoldani, hogy természetesen ami sürgősebb, azt meg kell oldani, amire meg esetleg várni kell, azt meg később fogjuk megoldani, de hát ez sajnos így van manapság. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük az önök figyelmét, és viszontlátásra!